Most pedig szegezzék tekintetüket arra a LED falra, a kivetítőre, hiszen érkezik majd az est folyamán több kis film, amely a Soproni Sörgyárról szól, ezt fogja bemutatni mindjárt az első. A Soproni Sörgyárat 1895-ben alapították, első soproni serfőzde és malátagyár Erténében. A sörgyár annyira modern volt, hogy hamarabb volt elektromos világítása, mint magának a városnak, több mint 200 izzóval. Az első sörszállítmány 1896. április 1-én ünnepélyesen hagyta el a 25 ezer hektoliter kapacitású gyárat. A várakozás óriási volt, és a soproni polgárok alig várták már, hogy megízlelhessék az új terméket. Az első világháború a sörfogyasztást is visszavetette, ezért a gyár részvényesei úgy döntöttek, eladják a céget. 1921-ben Sopron Ausztriához akarták csatolni, de a népszavazás a terület felségjogát Magyarországnak adta. Ez megnyugtató döntés volt a gyárnak és a tulajdonosoknak is. A következő években a termelés és az értékesítés is évről évre nőtt. Ekkor a legnagyobb versenytárs a kőbányai sörgyár volt. Sopron 120 éve együtt. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, engedjék meg, hogy a színpadra szólítsam dr. Fodor Tamást, Sopronváros polgármesterét. Illetve Jan Willem van Venzem urat, a Heineken Hungária marketing igazgatóját. A szép! És akkor engedjék meg, hogy felkérjem Fodor Tamás polgármester urat, hogy mondja el köszöntő beszédét. Kedves vendégek, kedves soproniak, tisztelt hölgyeim és uraim! A Soproni Sörfesztivál alkalmából nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a város főterén, abból az alkalomból, hogy a Soproni Sörgyár, a Heineken Hungária Kft. Ebben az évben ünnepli 120. évfordulóját. A Soproni Sörgyár az összenőtt a város életével, hiszen a soproni sört mindenki ismeri Sopronba, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a soproni sör ugyanolyan, mint a soproni kékfrankos. Ki ezt szereti, ki azt szereti, de mind a kettő nagyon jó. Ma a soproni sörről szól a mai este, ez a esti sörfesztivál, és ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és természetesen itt a színpadon üdvözlöm és köszöntöm a Heineken Hungária cégnek a kereskedelmi igazgatóját, akivel együtt ünnepelünk. Azt is el kell mondani, hogy a város és a sörgyár között a kapcsolat nagyon jó. Sok közös rendezvényünk lesz, azt reméljük, hogy nem csak ez, hanem a nyár folyamán még lesz közös rendezvényünk, és nem csak a rendezvényekben, hanem a sport területén is a soproni sörgyár a Heineken komoly támogatással támogatja a soproni sportot, a közéletet. Mindannyiuknak jó szórakozást, szép napot, kellemes estét kívánok! Polgármester úr, köszönöm szépen, és akkor felkérem Jan Willem van Venzem urat, a Heineken Hungária marketing igazgatóját, hogy ő is mondja el köszöntő beszédét, megnyitóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! That will be the only Hungarian you hear from me, and Kata will translate for me. Sajnos ma este csak ezt tudom mondani magyarul, és én segítek majd Jan Willemnek a fordításban. Dear people of Sopron, Mr. Mayor. Kedves soproniak, polgármester úr. Colleagues, family and friends. Kollégáink és barátaink. Thank you for coming here out today and to celebrate and party with Soproni and to spend your time with us. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és együtt töltik ezt az estét velünk ünnepléssel. When you have a birthday, anniversary, or something big is happening in your life,
The first thing you do is to go home and to celebrate with your family and friends. Mikor valakinek az életében nagy dolog történik, például születésnapja van, vagy valamilyen évfordulót ünnepel, akkor az az első dolog, hogy hazamegy, és azokkal ünnepel, akikkel a legközelebbi kapcsolatban áll. And that is why we are here today in Sopron, as this is our hometown. És ezért vagyunk mi is ma itt, hiszen ez az otthonunk, Sopron, a soproni otthonunk. It's now around a year that I've been here for the last time, celebrating the redesign of the Soproni brand. Kicsit több mint egy évvel álltam ugyanezen a színpadon, amikor a soproni új dizájnját ünnepeltük együtt. Today I'm very happy to come home again and celebrate a long history, the history of the last 120 years that we lived and formed together with the city and the people of Sopron. És nagy örömömre szolgál, hogy ma újra itt állhatok, hogy egy hosszú és csodás történelmet együtt ünnepelhetek a soproniakkal. There is so much in common between Sopron and Soproni. A soproni és Sopron városa között nagyon szoros a kapcsolat. Not only our brewery is located in the city, but also our brand name is identical to the city. Nem csak itt van a sörgyárunk, hanem, amint polgármester úr is mondta, a soproni márka nevében hordoz a Sopron város nevét is. The symbol of Sopron, the fire tower figures on each and every bottle and can of Soproni all around the whole country. Magyarországon minden egyes soproni üvegen Sopron szimbóluma, a tűzszorony szerepel. And with each and every Soproni TV commercial and activation, the city of Sopron is also advertised. És minden egyes tévéreklámmal, minden egyes fesztivállal vagy aktivitással, amelyet a Soproni-val csinálunk, Sopron városát is népszerűsítjük. That's what we call a win-win partnership. Ez az, amit egy közösen pozitív és nyertes kapcsolatnak nevezhetünk. Tradition and innovation, the biggest values of Sopron, our hometown. Sopron és Soproni között mi is a közös, a tradíció és az innováció mindkettőt egyformán jellemzi. A historic city, the city of fidelity, a whole country is proud of. Sopron egy olyan város, a hűségvárosa, amelyre méltán büszke lehet az egész ország. But also a modern and growing city of Hungary. De ugyanakkor egy modern és virágzó városa is Magyarországnak, aki hű tradícióihoz. Just like the brand Sopron, an innovative brand that is proud of its origins and traditions, but that is constantly looking for new challenges filled with optimism. És a Soproni is ilyen, büszkék vagyunk a tradícióinkra, de mindig keresik az új és innovatív megoldásokat. Heineken Hungary, the brewer of Soproni and the city of Sopron, both know it is our common goal to tell and show everybody in and outside Hungary that something great is happening here. A Soproni és Sopron városának is közös érdeke, hogy együtt megmutassuk, hogy itt valami nagy dolog történik. With the great people of Sopron, a great city together, we are aware a great beer is being brewed. Hiszen itt készül Magyarország legnépszerűbb sör, és erre méltán büszkék lehetnek a soproniek és a soproni város vezetése, mi is közösen. Thank you, Sopron, for welcoming our birthday party today. Köszönjük, Sopron, hogy együtt ünnepelhetjük a születésnapunkat veletek. Thank you for coming to celebrate together, filled with optimism. Köszönjük, hogy itt vagyunk mind együtt, tele optimizmussal. Hope that your glasses will be filled with Soproni, your soul with optimism, and your evening with great concerts tonight. Reméljük, hogy ma mindenkinek a poharába finom csapolt Soproni kerül, mindenkinek a lelkébe optimizmus költözik, és az estét pedig megtöltik fergeteges koncertek. Let's toast to the past and to the next 120 years full of optimism and success. Exactly. Kocincsunk most mindannyian az elmúlt és az elkövetkezendő sikerekben teli 120 évre, egészségünkre. És akkor mindez természetesen tettekben is megmutatkozik, és akkor emeljük közösen polgármester úrral, igazgató úrral együtt a poharunkat, kocsítsuk a 120 éves soproni sörgyárra és természetesen Sopron városára. Egészségükre természetesen. Szeretném megköszönni még egyszer
Jan Willemban, Benzem úrnak, Heineke Hungária marketing igazgatójának és Fodor Tamás polgármester úrnak, hogy itt voltak, megnyitották a mai rendezvényt, és természetesen folytatódik tovább a program, nem sokára majd a Carbon Fuels-szal. És akkor, ahogy ígértem, hogy a mai napon több filmet is láthatunk, vagy több kis részletet a Soproni Sörgyárról, eddig megismerhettük körülbelül az 1921-ig történteket, akkor most nézzük meg, hogy mi a folytatása ennek a kis sztorinak, amely a mi életünket is érinti. A gazdaság és a sörforgalom is csak az 1940-es évek után lendült fel. A nyári időszakban már volt olyan hónap, amikor a gyár forgalma elérte a 3000 hektolitert. 1942-ben pedig már nem is tudtak annyi sört gyártani, amennyi elfogyott volna. Kevés volt ugyanis a maláta. Ekkor indultak el a gyár fejlesztései, amit a II. Világháború és az egyre gyakoribb légi támadások törtek derékbe. A II. Világháború okozta károkat hamar helyrehozták. A termelés folytatásához szükséges dolgozók azonban teljesen hiányoztak. 1948-ban a gyár állami tulajdonba került, és közben elindult a gyár átépítése, bővítése, aminek az 1956-os forradalom vetett véget. 1959-ben a Soproni Sörgyárat is a Magyar Országos Sörgyipari Vállalat alá vonták, ahol a gyáraknak megszűnt a jogi önállóságuk. Később a szocializmus alatt a gyár több átalakuláson esett át, és csak 1982-től lett a Soproni Sörgyár önálló. Az első non-selection aranyérmet 1983-ban nyerte el a sörgyár. A Sopronváros 700. születésnapjára készített jubileumi söréért. Soproni, 120 éve együtt.